reggelt kívánok, kedves nézőink, bár jó lenne teljesen kizárni a záporok, zivatarok kialakulásának az esélyét, hiszen így lenne igazi a szünidő, de ezt még mindig nem tehetjük meg, hiszen főleg az ország középső harmadán némi nedvesség megjelenik ma a légkörben, ezáltal erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés ezeken a területeken, és záporok, zivatarok is lehetnek, amellett, hogy azért országszerte több órás napsütés is ígérkezik. Az északi északkeleti szél elsősorban a Dunántúlon erősödik meg, de az egyes zivatarok környezetében is előfordulhat viharos erejű széllökés, és délután 27 és 32 fok között alakul majd a hőmérséklet, és csütörtökig még egy egészen kicsit tovább erősödhet a felmelegedés. Alapvetően igazi nyári időben bízhatunk több órás napsütéssel, de azért csütörtökön elszórtan már megjelenhetnek ismét a záporok, zivatarok. Péntekre pedig markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, több fokot visszaesik a hőmérséklet, viharossá fokozódik a szél, a hétvégén pedig leginkább a mérsékelt felmelegedés mellett kiránduló időre készülhetünk. Szép kellemes napot kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!